Sziasztok! A mai videóban egyik nagy kedvencemről, Kosztolányi Dezsőről fogunk tanulni. Hasonló logika alapján haladunk majd, mint Adi esetében. Három nagy csoportban az életút, az életmű, illetve helye a magyar irodalomban vázlatpontok alatt fogjuk tárgyalni, vázlatosan hangsúlyoznám, hogy nagyon vázlatosan Kosztolányi Dezső munkásságát. Ez az első videó az életúttal fog foglalkozni, tanulva az Adi videóból feltételezem, hogy túl hosszú lenne a hármat egyszerre venni. Tehát nézzük is meg, hogy melyek voltak Kosztolányi életének legfőbb eseményei, helyszínei, kik azok a személyek, akik fontosak az ő életében. Kosztolányi a délvidéken, Szabadkán született, ez több szempontból is fontos. Egyrészt ez a délvidéki kisváros a maga kis provinciális jellegével többször is előkerül a műveiben, így az Aranysárkányban vagy a Pacsirtában is. Másfelől pedig a trianoni békeszerződés és szülőföldjének az elcsatolása az egy nagyon nagy trauma volt Kosztolányi számára is, ahogyan több más költőnk számára, akik olyan vidékről származtak, amit Trianon után elcsatoltak az országtól. És valószínűleg ez a trauma is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az első világháború után bizony-bizony politikailag Kosztolányi Dezső azért eléggé a szélső jobb felé tolódott, de erről majd annak idején beszélünk. Tehát Szabadka a szülőhelye. A családja egy nemesi származású család, de gyakorlatilag polgári életmódot folytattak. Az édesapja, Kosztolányi Árpád, abban a gimnáziumban volt tanár, ahová Kosztolányi járt, majd igazgató is lett abban a gimnáziumban, ahonnan egyébként a fiatal Kosztolányit eltanácsolták. Állítólag azért, mert egy önképzőköri tanárával ellentmondásba került. Az önképzőkörök azok valamennyire a mai szakkörökhöz hasonlíthatóak, tulajdonképpen ilyen irodalom szakkörök, vagy kreatív írás szakkörök, ma talán az áll hozzá a legközelebb. Tehát itt a diákok általában egy-egy tanár vezetésével saját műveiket mutatták meg egymásnak, azokról beszélgettek, és állítólag én ezt olvastam valahol, hogy ez a bizonyos tanár ez meg szerette volna változtatni Kosztolányinak az írását, és ő ebben nem egyezett bele, és ebből egy olyan konfliktus lett, ami miatt elcsapták a gimnáziumba, vagyis hát eltanácsolták. Így Szegeden érettségizett le, egyébként nagyon szép eredménye, tehát egy tehetséges fiatal gimnazista volt, csak hát úgy látszik, hogy nem mindig tudta jól kezelni a konfliktusokat. Tehát Szegeden érettségizett le. A családról még annyit érdemes tudni, hogy volt neki egy unokatestvére, akinek az eredeti neve az volt, hogy Brenner József, vele anyai ágon voltak unokatestvérek. Itt vannak egy fiatalkori képen, hát látszik, hogy elég gyűröttek itt a fiúk. Hát elég sok kópésságban voltak együtt benne, tehát lányok, mindenféle szerek, bulizás, tehát nem vetették meg az életnek a napos oldalát. Brenner József egyébként Csád Géza néven lett ismert író, egy nagyon sajátos novella világ az övé, sajnos nem fogjuk venni órán, mert nincs rá idő, így is rohannunk kell a tananyaggal, de egy nagyon fontos szerzője a magyar irodalomnak, érdemes beleolvasgatni a novelláiba. Egyébként pár évvel ezelőtt írásbeli érettségén elő is került, az ő egyik novellája volt, az elemzendő szöveg. És egyébként az egyik legtragikusabb sorsú magyar írónk Csád Géza. Ő eredetileg orvos volt egyébként, ez nagyon korán morfium függő lett, tehát amellett, hogy orvosként praktizált, remek novellákat írt, sőt egyébként a zenéhez, a zeneelmélethez is nagyon nagy tehetsége volt, tehát jobbnál jobb szövegeket jelentetett meg, de ezzel párhuzamosan gyakorlatilag teljesen felőrölte a szervezetét a drogfüggés, a morfiumfüggés, orvosként próbált ezt kordában tartani, de nem nagyon sikerült, és aztán egészen tragikus véget ért. Először meggyilkolta a saját feleségét, agyonlőtt a saját feleségét, majd magával is végzett, meglehetősen fiatalon, most nem emlékszem, pontosan nem volt még 40 éves. Na, hát ő első unokatestvére volt Kosztolányinak, és a fiatal éveikben nagyon sok időt töltöttek el együtt, és követtek el mindenféle izgalmas dolgot. Na, tehát leérettségizett Szegeden Kosztolányi, utána a Pesti Egyetem mellett magyar-német szakos, és ő is látogatta Négyesi László professzor stilisztika szemináriumait, ami egy nagyon fontos
egy nagyon fontos szellemi műhely volt a nyugat kialakulása, illetve a nyugatos költők szempontjából. Több fiatal költő is látogatta ezeket a szemináriumokat, úgy, mint Babits és Juhász Gyula, tehát itt ismerkedett meg Kosztolányi Babicssal és Juhász Gyulával, ő volt ebből a hármasból a legfiatalabb, de egész életre szóló barátságot kötöttek Babicssal egyébként, meg Juhász Gyulával is jobban voltak, de ugye Juhász Gyulának is elég komoly mentális problémái voltak, aztán ő is elég szomorú véget ért, mert önkezével vetett véget az életének. Hát a Pesti Egyetemre járt, magyar-német szakos volt, és aztán úgy nagyjából egy évig eljárogatott a Bécsi Egyetem filozófia előadásaira is, de tulajdonképpen nem fejezte be az iskoláit, sőt nem tulajdonképpen, hanem nem fejezte be az egyetemi képzést, mert közben már elkezdett újságíróként dolgozni, és Adihoz hasonlóan őt is végül berántotta az újságírás, és abba hagyta az egyetemet, anélkül, hogy diplomát szerzett volna. De ettől függetlenül egy hallatlanul művelt, nagyon iskolázott, nagyon jó tollú, több nyelven beszélő költő értelmiségi volt. Ahogyan akkoriban az értelmiségiekre ez jellemző volt, hogy az alap volt, hogy tudtam én latinul, meg németül beszélnek, meg a többség azért egy kicsit franciául is olvas, szóval egy nagyon, nagyon up-to-date, nagyon tehetséges fiatalember volt. Itt van még egy egészen fiatalkori kép róla, nem tudom pontosan, hogy melyik évben készült, de erős a gyanúm, hogy ez még a gimnazista évekből való. Egyébként egy kifejezetten jóképű, sudár, magas férfi volt Kosztolányi. Annak ellenére, hogy ahogy majd beszélünk róla, azért ő is eléggé sokféle szert használt meg, két végén égette a gyertyát ő is. Na de menjünk is tovább. Nagyon röviden az ő írói karrierjéről, most még anélkül, hogy belemennénk konkrétan a költészetének, meg a művészetének a jellemzőibe, csak így vázlatosan. Tehát amint mondtam, az egyetemi tanulmányait nem fejezte be, hanem újságíróként kezdett dolgozni, és a nyugatnak az indulástól fogva, tehát 1908-tól kezdve szerkesztője volt, nagyon fiatal költőként került be a nyugat szerkesztőségébe. Itt érdemes beszélni egy kicsit az Adival való kapcsolatáról. Az az érdekes, hogy Adi meg Babits nagyon jó barátok voltak, Kosztolányi meg Babits is eléggé jóban voltak, de Adi és Kosztolányi viszont nem állhatták egymást, tehát legendásan rossz volt a viszonyuk. Ez onnan is eredeztethető, hogy Kosztolányi első kötetéről Adi egy meglehetősen igazságtalanul lehúzó kritikát írt, majd erről még beszélünk picit részletesebben, amikor az életművet vizsgáljuk. Nem tetszett neki Kosztolányinak ez az esztétizáló finomkodása, tehát nagyon-nagyon más karakter a két költő, és nem voltak jóban. És aztán 1929-ben Adi írt egy meglehetősen kemény eszét, egy picit előre szaladtam, itt a harmadik vázlatpontban látható ez. Tehát Adi halálának 10. évfordulójára a Toll című folyóirat egy vitát indított Adi költészetének a megítéléséről, és hát persze az irodalmi élet nagy része abszolút elismeréssel beszélt Adiról, amire Kosztolányi megjelentetett egy eszét, aminek az volt a címe, hogy az írás tudatlanok árulása, külön vélemény Adi Endréről, tehát 1929-ben a Toll című folyóiratban jelent meg, és hát ott eléggé elveri a port Adi költészetén, nem tud mit kezdeni ezzel a messianisztikus küldetéstudatával, tulajdonképpen egy ilyen romantikából itt maradt költőként beszél Adiról, amivel eléggé kivett a biztosítékot, még azokkal is konfliktusba került emiatt, akikkel egyébként jobban volt, tehát például Adi is elég erősen megorrolt rá emiatt az esszé miatt. Na de visszatérve az ő karrierjéhez, tehát a nyugatban dolgozott egészen 1919-ig, és utána egy ilyen nagyon furcsa és csak mostanában kutatott vagy előkerülő egy-két év következett ő életében. Volt egy Új Nemzedék című folyóirat, ami egy kifejezetten fajvédő
szellemiségű lap volt. Ugye a fajvédő az tulajdonképpen a szélső jobboldali gondolkodásrendszert jelenti, azt nevezzük fajvédőnek, aki valamelyik embertípus vagy vallás, ugye itt jelen esetben a fehérbőrű keresztény vallású emberek felsőbbrendűségében hisz, és úgy gondolja, hogy ezt a fajt, természetesen itt nem biológiai értelemben beszélünk fajról, hiszen a homo sapiens az egy fajhoz tartozik, akármilyen színű a bőre, de ugye ez a lényeg, hogy ezt a, ennek a fajnak a tisztán tartásáért száll sikra. Tehát az új nemzedék az még itt elsősorban kulturális szinten vitte ezt véghez, tehát itt úgymond a keresztény, magyarul nem zsidó szerzőknek egy ilyen fóruma volt az új nemzedék, és ennek volt egy rovata, aminek az volt a címe, hogy Pardon, és ebben ilyen elég erős fajvédő szövegek, szélsőjobbos politikai szövegek jelentek meg, névtelenül. Tehát ez soha nem volt Kosztolányi Dezső néven aláírva, tulajdonképpen tagadta is, hogy ő lenne a Pardon című rovatnak a szerzője, de a legújabb kutatások kimutatták, nemrég jelentek meg egy gyűjteményes kötetben ennek a Pardon rovatnak a szövegei, és azért irodalomtudósok, irodalomtörténészek, stiláris jegyek alapján, meg a korabeli beszámolók, például Kosztolányi felesége beszámolója alapján, azért bizony egy-két tucatnyi szövegről nagyon úgy tűnik, hogy azt Kosztolányi írta. Volt egy ilyen szélsőjobbos kaland az ő életében, meg ő egyébként így a korabeli elitben eléggé benne volt, tehát a korabeli politikusokkal, Hortival például, tehát van egy fogadás, egy Horti fogadás, ahol készült róla fénykép, meg mivel ő nem nagyon foglalt állás politikai kérdésekben, ezért a rendszerváltás előtt úgy jó 40 évig ő eléggé az irodalmi élet perifériáján volt, de erről is beszélünk majd kicsit részletesebben az életmű tárgyalásánál. De egyébként az irodalmi társaságokban benne volt, a Kisfaludi Társaságnak is tagja volt, a PEN Klub, ami egy újságírókból álló nemzetközi szervezet, annak a magyarországi vezetője volt, és nagyon-nagyon jelentős az ő újságírói hagyatéka is, tehát köteteket töltenek meg a publicisztikái. Jó, és a magánéletéről is gyorsan pár szót ejtsünk. Az volt a beceneve, hogy Dide, a felesége, a barátai, az unokatesója, akiről már beszéltünk, a feljegyzésekben mind-mind Dide néven emlegetik. És hát ahogyan már említettem, az ő életében is nagyon erősen jelen van a függés, ennek van is egy ilyen irodalmi, vagy van is egy irodalmi megjelenése, vagy egy műben emléket állít ennek, most ebben a mondatban belezavarodtam, de a lényeg, hogy a Mérget Litániája című vers, az a különböző narkotikumoknak állít emléket, ezt majd beteszem a leírásba, akit érdekel, az elolvasgathatja, és ugye Kosztolányitól származik az a sokat idézett két soros versike, hogy csodálkozol a kokainistáns, nem érted? Gondolkodj el, az kokainistáns, megérted. Tehát nagyon sokféle szert használt ő is, morfiumot, kokaint, természetesen láncdohányos volt, meglehetősen sokat kávézott és ivott, de Veronát is használt, Adihoz hasonlóan, tehát nagyon sokféle szert használt, és valószínűleg a láncdohányosságának is köszönhető, hogy aztán a 30-as évek elején, 1933-ban íny rákot diagnosztizáltak nála, és aztán később ez vezetett majd a halálához. Na de ne szaladjunk még ennyire előre. 1913-ban feleségül vett egy színésznőt, akit úgy hívtak, hogy Harmos Ilona, és született egy fiúk 1915-ben, akit Kosztolányi Ádámnak hívnak. Itt van ez szerintem egy nagyon édes családi képen, ezt nagyon szeretem Kosztolányiékról. Itt még egészen pici Ádám, itt már egy picit nagyobb kamaszkorú fiúként látható, tehát ez már egy későbbi családi fotó, illetve van még egy nyaralós, strandolós kép, ez is szerintem zseniálisan néz ki, felhívnám a figyelmet a csodálatos férfi úszó dresszre. Na, szóval született egy fiúk, Kosztolányi Ádám, aki felnőve aztán maga is jelentetett meg írásokat, vallásfilozófus, esztéta volt maga is, és őt is a mostanában kezdenek ezzel módszeresen foglalkozni, hogy ő egy picit több volt azért, mint Kosztolányi
Dezső fia nem lett akkora hatású szerző, de azért nem is egy ilyen jelentéktelen, hanem azért neki is voltak értékes szövegei. Aztán volt egy késői szerelme, akit Radákovics Máriának hívtak, egy jóval fiatalabb nő, akivel egy szerelmi viszonyba keveredett, akit érdekelnek egyébként ezek a mindenféle magánéleti szálak, azoknak tudom ajánlani Nyári Krisztián, Így szerettek ők című kötetét, ami a Suli könyvtárában is megvolna, ha nem lenne nálam, de majd visszaviszem, és akkor megnézhetitek. Itt hosszan le vannak írva mindenféle viszonyok és románcok, például a Kosztolányié is. Amiről még mindenképpen muszáj beszélni Kosztolányi kapcsán, az az ő legendás barátsága Karinti Frigyessel. Ők tényleg a legjobb, legmélyebb barátságban voltak egymással, nagyon sokat lógtak együtt, természetesen nagyon sokat ittak és mulattak együtt, összejárt a család, és rengeteget ökörködtek. Tehát híresek voltak arról, hogy telefonbetyárkodtak egymással is, meg másokkal is, egészen magasrangú embereket is képesek voltak telefonon hetszelni. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon szoros barátság fűzte őket össze. Ezzel kapcsolatban szintén beteszek majd egy linket a leírásban, mégpedig Kosztolányinak a Nyár-nyár-nyár című versét. Esetleg, ha még nem ismernétek, akkor érdemes elolvasni, illetve összeolvasni a sor kezdő betűket, és egy nagyon kedves baráti üzenetet fogalmaz meg ebben a legjobb barátjának Kosztolány, úgyhogy ezt érdemes elolvasni. Na, már majdnem benne maradtam a negyed órában, igyekszem, és hamarosan jövök a következő résszel Kosztolányival kapcsolatban. Sziasztok!